Péternél Lakatos Aranka példaként szolgálhat a mai pedagógusok számára. Kedvessége, munkássága, gyermek szeretete kiemelte őt pályatársai közül. 2005-ben a hosszú betegség után hunyt el. Egészen szegény sorsból verekedte föl magát, úgy a liceumba került, jeles tanuló volt, zongorázott, minden vágya az volt, hogy tanítónő szeretne lenni. Arra emlékszem vissza, hogy kisgyerekkorában is a tanítósdit játszott a gyerekekkel. Fiatal tanítóként a munkájához tartozott a kócos fejek fésülése, és hogy mosakodásra bírja a nebulókat. 60-an egy osztályban, olajos padló és szenes kályha, ilyen körülményekről írt önéletrajzában Aranka néni. Mindenki szegény volt, de szerették egymást. Nagyon aranyos tanárnő volt a gyerekek, nagyon szerették. Én amikor ide kerültem, 25 éven keresztül vele dolgoztam együtt, egy nagyon szimpatikus, egy segítőkész kollégát ismertem benne. A második gyerekem született, ő volt az első a testületből, aki meglátogatott. És akkor én ennek borzasztó örültem. Péter László Szeged díszpolgára felesége emlékére hozta létre a Péterné Aranka Alapítványt 2005-ben. Eddig 16 kossuthos diák kapott, csaknem 2 millió forint támogatást a továbbtanuláshoz. Idén 3 lány részesült az elismerésben. Nagyon kíváncsi volnék most már arra, hogy az elsők, akik kapták, most mit csinálnak, és milyen eredménnyel dolgoznak a pályájukon, ha elkezdték a pályájukat. 5 év után meghívtuk az addigi támogatottakat, visszatekintve, hogy hogy élték ezt meg, hogy volt-e segítség, és természetesen azt mondták, hogy volt, akkoriban a tankönyvek pénzbe kerültek, tehát ilyen jellegű dolgokra költötték. Az iskolában már tábla is őrzi Aranka néni emlékét, ezt az osztályt róla nevezték el. Az egykori tanító hitvallása ma is megállja a helyét. A gyerekeket szeretni kell, fölemelni a lehajtottak fejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket.